Köszöntöm a Trió TV nézőit mai műsorunk tartalmából. Megalakult az új Büki önkormányzat. Fesztivált szerveztek a büki színjátszók. Bükön a csokoládé készítéssel ismerkedtek. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Az önkormányzati választások eredményeként Bükön Németh Sándort 66%-os támogatottsággal választották újra polgármesterré. Egy új képviselő is bekerült a testületbe. Polgármester úr, Bükön megalakult a képviselőtestület. Milyen összeállításban? A szervezeti és működési szabályzatot módosítottuk, ugyanis a 2010-14-es időszakhoz képest. Ennek azóta a lényege, hogy 4 helyett 3 bizottság állt fönn, ugyanis a pénzügyi és a településfejlesztési és idegenforgalmi bizottság az sokszor együttesen ülésezett, és ezért a kettőt összevontuk. Most az a neve, hogy pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottság. Ezen kívül a kulturális oktatási és sportbizottság, valamint a szociális és egészségügyi bizottság az megmaradt. Milyen személyi feltételekkel álltak fel ezek a bizottságok, kik a tagjaik? Ugye annyi szabályként van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, hogy a bizottságoknak nem lehet tagja se a polgármester, se az alpolgármester. Mivel jó magam lettem a polgármester, és az alpolgármester pedig Baranyai Róbert lett a titkos szavazás eredményeként, így akkor a további 5 képviselőt lehetett a bizottságokba felvenni, illetve megválasztani. És van egy másik szabály a bizottságra vonatkozólag, hogy a képviselőtagoknak többségben kell lenniük a külső tagokkal szemben. Tehát a nem képviselőtagokkal szemben, így akkor 3-2, tehát 5 fős minden bizottság, mind a 3. A pénzügyi turisztikai és városfejlesztési bizottságnak az elnöke Németh Violetta lett, tagja lett továbbá Patyi Sándor és Pici Nikoletta. Külsős tagként pedig ott tevékenykedik Ruziska József és Pillenberg Andrea. A Kulturális Oktatási Sportbizottság elnöke Pici Nikoletta lett, további tagjai Patyi Sándor, Taródi Lajos, külsős tagjai pedig Baranyai Lajos és Galamb Orsolya. A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az elnöke Taródi Lajos, a tagja Póca Csaba és Németh Violetta, külső tag pedig Németh Nékabai Ilona és Horváth Jenő. Az új bizottsági felállással fognak akkor ezután természetesen dolgozni. Mikor kezdődik a valódi munka, hiszen ez egy ünnepi megalakuló ülés volt? Még tulajdonképpen az ünnepi formulát tartottuk be, tehát az ülésnek azóta napirendi pontja, valamennyi napirendi pontja arról szólt, hogy formailag ünnepi körülmények között meg tudjon alakulni az új testület. Polgármester képviselők letegyék az esküt, alpolgármestert megválasztjuk, letegyék az esküt. És végül ugye a bizottságokat is kijelöltük, megválasztottuk a tagjait, akik szintén letették az esküt és az eskü okmányt aláírták. November közepén várható, hogy elindul a új képviselőtestületnek a munkája. Egy 5 éves ciklus kezdtek, eddig minden alkalommal a 4 éves ciklusra kellett egy programot készíteni, ez most is így van? Természetes, tehát ugyanúgy a gazdasági ciklus programot kell a polgármesternek benyújtani a testület elé elfogadásra. A következő időszakra ez meg fog történni fél éven belül. Megvannak-e már az elképzelések, hogy mi lesz ebbe a programba? Hát a fő csapás irányt azt a készülő településfejlesztési koncepcióhoz illesztjük, illetve a megyei tervekben már szereplő fő csapás irányokhoz igazítjuk, tehát tulajdonképpen a turizmus és gazdaságfejlesztést kell jobban kibontani infrastruktúra fejlesztés mellett. Ezeket jó részt még a választási kampányban ismertettem, ezek kerülnek összedolgozásra korábbi nyilván a 2010-ben elfogadottnak a teljesített részeit kipipálásra, ami még hátra maradt, illetve az új kezdeményezések azok pedig bedolgozásra. 2015 Bükváros életében egy kitüntetett évforduló. Miért? Hát az első írásos említése a városnak 1265-ből való, vagy akkor még községnek, így akkor a 750 éves jubileum a településnek, hiszen amelyik település nem alapított, tehát aminek a pontos dátumát nem ismerjük, ott az első írásos említését szokták a születésnapjának tekinteni a településnek, és Bükk 750 éves lesz jövőre. Van-e már valami elképzelés, hogy hogyan miképp fogják ezt a jubileumot megünnepelni? Intézményeknél, önkormányzati képviselők fejében elmondva, ezek léteznek, több jó ötlet van, ezeket kell összegyúrni és készülni erre.
Vásári komédia, táncszínház, dráma. Egy színes és változatos programban bővelkedő hétvége volt október 24-én és 25-én, amikor megrendezték a 6. Sokszínfesztet, melynek a Büki Művelődési Központ adott helyet. A fesztivál szervezője és házigazdája a Büki Sokszínpad Társulat volt. A program pénteken kezdődött a Komisz és Deszka Társulat Valahol Európában című kétrészes musicaljével. Szombaton 15 órakor nyitotta meg a rendezvény Nika Róbert főszervező. Köszöntötte a jelenlévőket Tóth Tamás, az intézmény vezetője. Elsőként a helyi Sokszínpad Társulatot láthatta a közönség. Török Rezső a Sötét Huszár című darabját adták elő. A Veszprémi Alig Színpad Társulat az eddigi összes fesztiválon részt vett. Nagyon jó barátság fűzi a csapatot a helyi társasághoz. A mai alkalommal egy vásári komédiát hoztunk, címe A Kovács, a kereskedő és az ördög. Remélem, hogy jól szórakozik majd a közönség. Mióta van a csoport együtt? Ó, nagyon régi csoport, ezt nem ismerem mondani, 93-ban alakultunk, tehát már több mint 20 évesek vagyunk. Ilyen fiatal felnőttekből állunk körülbelül, azaz átlag életkor, ilyen 25-30 év közöttiek. Csak visszagyűrni kell, mert még nem fejeztem be. Arról van szó, hogy hamarosan elkövetkezik ennek a napja, hogy ez az ördög ide fölvin a földre. Aztán egy módon meg lehetne fékezni, hogyha ellopnák ennek az ördögnek a titkos ördög lakatját, azzal bézárnánk a fokon, a kapuját, ha soha többet nem tudna fölvinni. Na! Ha ezt kéne megcsinálni! A Szombathelyi Ferrom Színház társulás is egy vidám darabot adott elő Borka asszony és György Deák címmel. Kedvek is legyen benne része, édes György Deák! Mi jóban törje beszéd, édes Borka asszony? Talán csak a régi szép és jó idő, hogy jutnak az eszébe. Ami rég volt, elmúlt! Most már tudok fogni a fülöt, látom én, hogy valamiért küstölökkel. Házasulók az összefüggő egésznek a címe. Ezek 18. századi magyar olyan komédiák, amelyeknek valójában a szerzője sem ismert, Kolostorokba jegyezték le, így a Borka asszonyt és György Deákat is Kézdivásárhelyen egy szerzetes jegyezte le, és azóta 100 millió változatban, de nem olyan gyakran játszott produkció. Miért pont ezt a darabot hozták ma? Ugye a Ferrom az elég kísérletező szellemű, csapat, viszont úgy érezzük, hogy ha a saját szűke pátriánkra, a Szombathely működési helyünk, az MMIK 1980 óta, tehát ha ki akarunk mozdulni, akkor azért valamit fel kell adni a kísérletező szellemből, és a szórakoztató profilt is bátran fel kell vállalnunk. Viszont, hogyha szórakoztató produkciót vállalunk, akkor keresünk olyat, ami nem olyan gyakori a magyar színpadokon. Így bukkantunk rá valamilyen régi kiadású magyar remekírók sorozatba erre a kis drámára. Jártok már a sok színfeszten? Itt nem, először vagyunk, mint ahogy itt a bevetetőben el is hangzott, de meg is ígértük, hogy nem kell 38 évet, vagy akár 6-ot sem újra várni, szívesen jöttünk, és jól is érezzük magunkat. A Háza Határon című előadás egy második világháborús valós esemény dolgozott fel. Az Üss a Hasadra Társulat előadásában volt látható. Honnan érkeztek, és mit hoztak a mai alkalomra?
Vasváról érkeztünk, Üse Hasadra színpad névre hallgató, és Rózsák háza határon című abszurd drámáját hoztuk. Hogy esett a választás erre a darabra? Hát 8 éve működik a társulat, improvizációs színházzal kezdtük, igazából csak játék volt a színház az elején, és ahogy egyre mentek, teltek az évek, úgy egyre inkább próbáltuk a tétet emelni, és kezdődtek a szöveges darabok, de mivel szeretjük a vidámságot, ezért elmentünk az abszurd felé egy-két olyan előadás után, ami viszont a fiatalok konkrét problémáiról szólt. Most már egy picit megpróbáltuk ezt tágítani egy egész társadalom problémája felé. Hányan vannak a társulatban? 15-en vagyunk jelenleg, ebből ma 9-en játszottunk. Beszámolónk második részét a jövő héten láthatják majd. Az egész estéről készült felvételeket egy külön műsorban fogjuk levetíteni egy későbbi időpontban. Csokoládét majszolva keveseknek jut eszébe, vajon hogyan készül a világ legkedveltebb édessége? Október 28-án a Büki Könyvtárban kóstolóval egybekötött előadáson tudhattak meg többet kedvenc édességükről a csokoládé szerelmesei. Sokan tudunk azonosulni Gombóc Artúrral, aki szereti a kerek csokoládét, szögletes csokoládét, hosszú csokoládét, rövid csokoládét. Azt azonban kevesen tudják, hogy a csokoládé története évszázadokra nyúlik vissza. Az első csokoládéfőző 1580-ban nyílt meg Spanyolországban. A 19. század a kakaófeldolgozás és csokoládégyártás igazi forradalmát hozta. Azóta számtalan formában, összetételben, ízben, kivitelben gyártják mindenfelé. A kézműves csokoládékészítés azonban napjainkban kezd többeket foglalkoztatni. Én a cukorgyárban dolgoztam, és mivel édesipart tanultam Szegeden az Élelmiszeripari Főiskolán, ezért tanultunk egy alap csokoládétechnikát, de amikor elkezdtünk a csokoládéval foglalkozni, akkor rájöttünk, hogy a kézműves csokoládékészítés és az ipari csokoládékészítés között nagyon nagy távolság van, és tulajdonképpen a csokoládé volt az, aki megtanított bennünk a csokoládékészítésre. A csokoládé a legjobb csokoládémester. Sajnos Magyarországon nincs már az iparunknak olyan jellege, hogy kívánná a csokoládékészítő szakmát. Aki a mesterektől szeretné elsajátítani e szakma fortéjait, Belgiumba, Franciaországba vagy Angliába utaznak. Az ispánki mester az interneten talált angol nyelvű könyveket fordította le, és innen tanulta meg a szakma csinyát, bínyát. Most egy kicsit fölfutóba van úgymond ez az iparág, és az a jellegzetessége, hogy mind tulajdonképpen ilyen szakmaszökevényekből állnak, tehát nem kimondottan édesipari végzettségűek. Mindenféle fajta végzettségű ember megtalálható az újságírótól a tévébemondóig. Budapesten azért elég sokan vannak, de hogyha az országos és nagyon jó minőségű csokoládé, kézműves csokoládé készítőket veszük, szerintem 50 alatt van a számuk. A kakaóba beérésétől hosszú út vezet a kés csokoládéig. Magyarországon egy kézműves csokoládé készítőről tudok, aki Kosztarikából hoz be kakaóbabot, ő saját maga pörköli, konsolja és árusítja. Tehát ezekre a csokoládé készítőkre azt mondják, hogy bean to bar, tehát a babtól a tábláig dolgoznak. Ő Magyarországon egyedüli, tehát az összes többi kézműves csokoládé készítő az úgy vásárolja általában nagy európai gyártóknak az alapanyagait. Ezek általában belga, illetve francia csokoládék. És akkor otthon a műhelyben kerül a további munkálatra sor? Így van, mint ahogy az előadásban is elmondtam, ezek ilyen kis pici csokoládépasztillák, ami egy nagyon jól előkristályosított valami, de ugye ezt nekünk temperálni kell, mert különböző formákat készítünk, illetve különböző fajtájú bombonokat állítunk elő, vágott pralinét, bombonokat, illetve trüffeleket. Mindegyik más-más technológiai tudást igényel. Azt lehet mondani, hogy minél szélesebb a paletta, annál gyakorlottabb a mester. Tehát aki mindenféle csokoládét tud készíteni a fudge-tól a trüffelig, beleértve a nugátokat, az elég magas színvonalon műveli ezt a szakmát.
A csokoládét időnként kikiáltják ellenségnek, mint hízlaló, egészségtelen élvezeti cikknek, máskor meg egekig magasztalják, mint rendkívüli anyagokat tartalmazó, nagyon hasznos táplálékot. Legtöbben azért, mert fogyasztása növeli az agy endorfin termelését, ami a jó hangulat kialakulásához vezet. Azonban mi a legnagyobb dicséret egy csoki mesternek? A legnagyobb dicséret az volt, amikor az idei őrségi vásárba budapesti turisták vásároltak a termékeinkből délelőtt, és délután visszajöttek még vásárolni, és azt mondták, hogy az ausztriai Zotter csokoládégyárban nem ettek ilyen finom csokoládét. A Zotterról azt kell tudni, hogy Ausztria egyik vezető kézüves csokoládé gyártója. Tőlünk nem messze van a műhelyük, Szentgotthártól 27 kilométerre Regensburgba, és ez nekünk nagy elismerés volt, mert azért a Zottert lepipálni az elég nagy dolog. Egy igazi csokoládékészítőnek minden csoki a kedvence. A vásárlók ízlése azonban más és más. A különleges ízeket keresik az emberek, illetve az olyan tradicionális ízeket, mint például a diópálinkás, ami hasonlít a régi békebeli sportszeretre mondjuk, de nagyon sok vágott pralinét adunk el az egzotikus fűszerekkel készült pralinénkból, ami szerecsendió, tonkabab, vagy pedig kardamon. Nagyon szeretik az alkoholos pálinkás készítményeket is. Mit lehet tudni Magyarországon a csoki fogyasztásról? Ez mennyire változott az elmúlt években, illetve a tendenciát, hogy étcsokoládé vagy tejcsokoládé irányában fordul-e a mélegnyelve? Most, hogy egyre többet hallunk kézüves csokoládé készítőkről, mi is azt veszük észre, hogy az étcsokoládét többen keresik. Régebben szerintem ez 50-50% volt. Mi úgy vettük észre, hogy a minőségi jó csokoládékat keresik az emberek, és azt hajlandóak is megfizetni, annál is inkább, mert ezekből a fajta csokoládékból úgymond nem kell annyit enni, mint mondjuk régen egy tejcsokoládéból uzsonára 2-3 szeletet megevett az ember. A jó minőségű csokoládé az hamar elteríti az embert. Én is így vagyok ezzel, amikor csokoládét készítek, aznap nagyon sok mindent nem eszem, mert szinte az ízekkel, szagokkal és a látványtól is eltelik az ember. A közönség soraiban egy helyi cukrász is érdeklődve figyelte az előadást. Kíváncsi voltam, mennyire hasznos információkat szerzett. Hát azért kell hozzá ügyesség, meg azért szerintem tapasztalat. Tapasztalat is kell, csak úgy, hát úgy háziasszonyként nem hiszem, hogy én neki állnék magam, de próbálkozni lehet. A cukrászatban is lehet használni különböző csokoládékat. Milyen formában lehet, tehát a tortán kívül? Hát a tortán kívül ugye krémbe teszünk csokoládét, meg díszíteni is lehet a süteményeket csokoládéval.